1962. február 18-án születtem Budapesten egy zuglói kórházban, de egyébként pedig vidéken nőttem föl, Pilisen, ami Pest megyébe van, Cegléd felé. Volt egy nagy zongoránk a nappaliban, egy nagy fekete zongora, mert nagymama tudott zongorázni, az anyai. Az apai nagyapa pedig kereskedő volt, biciklijavító műhelye. Lakatos műhelye volt, vaskályhákat tervezett, gyártott, és az apukám is festett, rajzolt, amíg én kicsi voltam. És amikor ő festett, rajzolt, akkor én mindig mellette másoltam ugyanazt, amit ő csinált. A Műegyetem építészmérnöki karára jártam egyetemre. Építész nem nagyon voltam, egy-két évig dolgoztam építészek közelében, tervezés közelében. De nagyon hamar filmgyárba kerültem, és 10 évig voltam díszlettervező. Közben megnősültem, meg született egy kislányom, a Panka, aki most volt 18 éves, most érettségizett. Tehát építészkar, díszlettervezés, és most pedig elsősorban rajzolás-festés. Gyerekekkel foglalkozás, gyerekkönyvek, gyerekeknek rajzok. Elég széles az a spektrum, amivel foglalkozom. Még a gimnáziumban, meg az egyetem alatt színész is voltam, majd aztán csináltunk egy zenekart, illetve miután a csoportból kiléptem, mint színész, ott zenéltünk élőbe, előadások alatt, utána csináltunk egy zenekart. Tehát van ez az építészet, kézművészet, színház, gyerekek, rajzolás, kreativitás. Most is, idén is csináltam zenét, tavaly is. Tehát így eléggé szertágazik ez a dolog, és hát volt egy félelmem is talán olyan 3-4 éve, hogy annyira szétszórt, nem összefogott, hogy igazából nem fog körbeérni a dolog. De most valahogy egy fél éve úgy érzem, mintha így egységessé válna ez az egész tevékenység, és kezd talán egy kicsit összefogottabb, rendezettebb, egységesebb és erősebb lenni. Tehát, hogy eljött talán az az idő, amikor egymást erősítik ezek a különféle tevékenységek, nem széthúzzák egymást, hanem erősítik. Leginkább az emberi kapcsolatok a fontosak, és az, hogy hát, hogy a világban élünk, emberek, állatok, növények, fű, fa, levegő, tehát, hogy sokkal fontosabb az alkotásnál, ami szintén számomra egy kommunikációs forma, tehát én régen nem nagyon tudtam beszélgetni, hanem inkább akkor rajzoltam egy rajzot, és odaadtam a rajzot. Tehát priméren nehezen tudtam kommunikálni, nehezen tudtam kifejezni magamat, nehezen tudtam megfogalmazni. A rajzaimban viszont elég erősen sikerült ez a dolog, és most azt érzem, hogy a primér kommunikáció is kezd felszínre törni, erősödni. Hát és ezt baromira élvezem, mert tehát, hogy segédeszköz nélkül is kapcsolatban lehet lépni emberekkel, ez óriási. Tehát, hogy a művészeti tevékenység és az élet, azt merem remélni, hogy egyre közelebb kerül egymáshoz. Tehát nem az van, hogy itt fent az 5. egy elefántcsont toronyba ugye rajzol az ember, és nem megy le, mert el van itt, mert egyébként el lehet itt lenni. Van egy csomó könyv, zene, papír, íróeszköz, rajzeszköz, de hogy baromi izgalmas
izgalmas az emberekkel együtt. Együtt lenni, beszélgetni. Információt cserélni. Kiadtam eddig a gyerekeknek két kifestőmet, saját kiadásban, meg egy verses könyvet, amit a Dömel utca angolosított. Két nyelvű, angol-magyar. Most úgy néz ki, ami már régi vágyam egyébként, hogy egy kiadó adja ki a rajzaimból készült könyvet, amihez egy író szöveget készített. Hát ezt például nagyon szeretném, hogyha több gyerekeknek készült könyvet illusztrálhatnék, illetve megjelenne. És nem én adnám ki, nem én próbálnám eljuttatni a közönséghez, meg a terjesztőkhöz. Most nagyon új, hogy egy középiskolában tanítok ábrázoló geometriát szeptember óta, ami szintén 3 éves vágyam, hogy tanítsak, mert azt gondolom, hogy kötelező átadni azokat az információkat, amiket az ember tud, hát természetesen azoknak, a kíváncsiak rá. De azt gondolom, hogy van mit elmesélni a gyerekeknek, fiataloknak megmutatni, és úgy látom, hogy érdekli is őket, tehát ezt mindenképpen érdemes átadni, és az iskola az azért jó, mert szervezett keretek közt lehet ezt, és nem egy gyereknek egyszerre, hanem akár 20-nak, vagy 30-nak. És hát van ez az Erzsébetvárosi Tűzfa projekt, amit 2010 januárjában kezdtem el, és most már egy jó kis csapat foglalkozik ezzel. Folyamatos tárgyalásban vagyunk az önkormányzattal, itt a 7. kerületben a homlokzati síkok eltéréséből adódóan van egy csomó tűzfal, és hát az a terv, hogy ezekre képzőművészeti alkotásokat helyezünk. Ennek a megvalósításán is most már több mint egy éve folyamatosan dolgozunk. 2007-ben történt egy változás, azt hiszem, a hozzáállásommal az alkotással kapcsolatban, mert 2007 óta viszonylag derűsebb, kommunikatívabb képeket próbálok készíteni. Tehát valami olyan energiát közvetíteni, ami egyrészt független a pillanatnyi lelki állapotomtól, hanem egy ilyen általánosabb, standardebb, nem olyan hullámzó, mint ahogy egy napban hullámzik a kedély állapotod attól függően, hogy milyen telefont kapsz, vagy milyen levél érkezett, vagy kivel találkozol. És mindenképpen szeretném azt, hogy szeretnék olyan képeket csinálni, amit hogyha megnéznek az emberek, akkor hát valami derű, vagy valami öröm keletkezik bennük, vagy jó kedv, vidámság, tehát valami pozitív, életigenlő energia. 2007-ig nagyon sok képet akkor készítettem, amikor nagyon rossz állapotban voltam. Depressziós, vagy rossz kedvű, vagy valami dráma ért. És nagyon sokan mondták, hogy ezek nagyon erős képek, de az a tapasztalatom, hogy amikor elkezdtem ezeket csinálni, eleinte egy kicsit természetesen megnyugtattak, helyrehoztak, utána viszont mivel olyan mélységekben jártam, magukkal húztak. Tehát nem segítettek, hanem tovább vittek ebbe a lefelé vezető spirálban. És most már nem szeretnék ilyen képeket csinálni. Itt vannak ilyen kőpadok és kőasztalok, ahol sakkozni szoktak, kártyázni, a hajléktalanok kajálnak, beszélgetnek, este srácok gitároznak, énekelnek. Hát fogom a kis batyomat, amiben össze van készítve ceruza, kifestő, papír, tolla, asztalterítő. Lehozok, megterítek egy asztalt, leülök, és akkor várom a gyerekeket. És akkor jönnek. És akkor kb. Ennyi az, hogy itt van ez a nagy tér, vagy itt van ez a 6 asztal, egyet tudok én megteríteni, oda lehet jönni, ott tudunk együtt rajzolni. Kb. Ennyi, amennyit én tudok tenni az ügyért.
Volt, amikor csak egy gyerek jött, de nagyon boldog volt. Vágtunk, ragasztottunk. 3 órát ott volt. Szerintem már megjött.